Több Heves megyei vállalkozás is elismerésben részesült a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Heves megye gazdaságáért díjat ítéltek oda a Bélapátfalvi Tomet Kft.-nek, és ugyanezt az elismerést vehette át a Saludi Élményfalu Kft. Ez egy úttörő küldetés az ötletkészható partján, amit elkezdtünk, és nem a díjért csináltuk eddig sem. Tehát azt az utat, amit elkezdtünk, azt mindenképp szeretnénk folytatni, és szeretnénk azt, hogy ha egyre látványosabb, egyre különlegesebb lenne a Tiszató, és a Tiszató megítélése is sokat változhatna. Mi most arra szeretnénk az idén fektetni a legtöbb energiát, hogy közösséget építsünk Saludon, és az összefogás, amit eddig meg tudtunk csinálni, az egyre több vállalkozást, egyre több céget, egyre több hivatalt hozzon össze, és egy életmódszempontként, életmódcentrumként tudjon működni a Tiszató. Kücsön Gyula szerint ehhez komoly változások szükségesek a személyes kapcsolatokban és az újdonságok megélésében. Szeretnének gasztronómiai klubot létrehozni, közösséget formálni és elérni, hogy a települések összehangolják fejlesztéseiket. Szintén turisztikai kezdeményezés kapta a Heves megye innovatőre díjat, amelyet a Graffel Major két út közé érdemelt ki. Nem tudom elmondani, mennyire nagy boldogság az, hogy amit mi csak egyszerűen szeretetből teszünk, és lelkesen itt építgetünk két út közben, hogy ez elismerésre került. Ez egy nagy öröm, és ez megerősít minket abban, hogy tovább kell folytatni azt, amit itt elkezdtünk. Szerencsés Györgyi kiemelte, jó évet zártak tavaly, és a zöld Michelin csillagnak köszönhetően sokan megismerték őket. Tervezik a kastély emeletének befejezését, szállodai szobákká alakítását. Ezt követően a komplexum megúvásán dolgoznak majd. Az eseményen kamarai munkáért díjat vehetett át Kalmárné Nagy Ildikó, az S2000 Audit BT, a Hevesgép Kft., Kis Barlamás, illetve a Hungarotek 2000 Kft. Heves megye szakképzéséért díjat kapott Mezlicki Attila, Kis Károlyné és Varga Tamás, Bozsóné Szabó Ágnes és Burai György, valamint Szabados Gyula. Dekarbonizációs díjat vehetett át az Oxis Bentonit Kft., a Taga Mérnöki Kft., az Agria Pipe Kft., a Máleva Govinda Kft., a Tiszatavi Ökocentrum, valamint a Radír Reklám.